Köszöntöm nézőinket, önök a Kaposmenti magazinunkat látják. Rend és káosz címmel kihelyezett civil akadémiát szervezett a Civil Összefogás Fórum Dombóvári csoportja, amelyen ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, valamint neves közéleti személyek vettek részt. A rendezvényre előzetesen lehetett regisztrálni, valamint kérdéseket megfogalmazni. Az eseményen arra világítottak rá, hogy a jövőben jelentősen meg fog nőni a civilek szerepe és ereje. A Tinódi Ház színház termében gyűltek össze a Civil Akadémia kihelyezett programjára, amelyet a Civil Összefogás Fórum helyi csoportja szervezett. Futó Péter, a dombovári szervezet elnöke elmondta, a rendezvénynek itt helyben is van létjogosultsága. Civil Összefogás Fórum Dombóvár klubjának meghívására dr. Lomnici Zoltán érkezik hozzánk. Lomnici Zoltán a századvég intézetnek a jogi szakértője. Rend és káosz című előadással tart egy kis szemelvényt a közönség számára. Jelenleg Európában és az egész világon, sőt Magyarországon is különböző érdekek mentén kvázi érdekháború zajlik. Különböző érdekek mentén különböző civil szervezetek és pártok feszülnek egymáshoz. Ilyen apropóból gondoltuk Lomnici Zoltánnak a tájékoztató előadását Dombóvárra hozni. Ifjú Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Civil Összefogás Fórum és Közhasznú Alapítvány szóvivője az eseményen beszélt arról, hogy a civil szervezetekre mekkora szüksége van hazánknak, és hogy szerepük, munkájuk a jövőben fel fog értékelődni. A mostani előadásnak talán leginkább az az apropója, hogy valamilyen szinten fel kell készülnünk arra, ami 2021-ben ránk civilekre, nemzeti érzelmű civilekre is vár. Nyilván egy rendkívül kemény kampány várható. A csatatér az nem csak a parlamentben lesz tetten érhető, hanem a parlamenten kívül is. A civil közéleti tevékenység felértékelődik, és mindazok a nemzeti civil mozgalmak, amelyek akár itt Dombóváron, a különböző CÖF klubok, azok jelentősége is megnő. A Civil Összefogás Fórum a Hősök terén alakult meg 2009-ben olyan kiváló személyek közreműködésével, mint Makovec Imre, Csizmadia László, Fritz Tamás, vagy éppen Bence Izabella, és egy olyan mozgalmat indítottak útjára, amely a mai napig elmondhatja, hogy csak magyar támogatásból működik. Az adófizetők, magánadományozók és időnként cégek is kitüntetik a figyelmükkel, de még így is azt mondhatjuk, hogy mindenfajta olyan csábításnak eddig a szervezet ellenállt, amely letérítette volna arról az útról, amely rögös, és amely miatt azért nagyon sok támadást kap a balliberális oldalról, nevezetesen, hogy nem hajlandó beállni a sorba, nem hajlandó a brüsszeli kórussal együtt zengeni azt, hogy egy Európai Egyesült Államokat szeretné, hanem kiáll a magyar függetlenségért. És bármilyen furcsa, 3/2 után még mindig vannak olyan szegmensei a közéletnek, ahol ellenzékben van a nemzeti oldal, és ezt a folyamatot szeretnénk megváltoztatni 2022-ben, aztán a későbbiek során is folyamatosan, amíg erőnkből telik. A rendezvénysorozat dombovári állomásán a házigazda szerepét Szabó Anett média szakember töltötte be. Az akadémiának mindig van egy-egy neves vendége, olyan hiteles személyiség, aki példa lehet nem csak a civilek, de bármely ember számára. Ez alkalommal Kisfaludi Zsófia színművész tett eleget a meghívásnak. Badáci Csiba Zsuzsanna alapvető szakmája közel áll a település vezetéshez, és korábban is dolgozott ezen a területen. Tapasztalataiból merítve indult el a polgármester választáson tavaly ősszel Kaposszekcsőn. Mottója, ahol közösség van, ott élet és jövő is van. Kaposszekcső 2019. októberében új polgármestert választott. Badáci Csiba Zsuzsanna a polgármesteri kampányában programpontokat fogalmazott meg. Ennek mentén értékelte az elmúlt egy év beruházásait. Tehát az első az együtt a rendezett településért volt. Nyilvánvaló, hogy ezért sokat kell dolgozni, meg eddig is sokat kellett. Azért jó alapokat kaptunk azért Kaposszekcső tekintetében minden területen.
de az, hogy együtt a rendezett településért, ez miben nyilvánul meg. Ugye most nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nyert a Kossuth Lajos utcának a pályázata, ez a Magyar Falu program keretében. Most gyakorlatilag már látszik, hogy a patkázásokat és az árkokat el is kezdték ennek keretében csinálni, illetve egy-két héten belül ugye új burkolatot kaphat ez az utca. Aztán átadásra került még az előző testület által beadott pályázat alapján a közösségi ház. Itt már ugye abban is a pályázat írásában már részt vehettem, hála Istennek. Aztán a temetőben megcsináltuk a fehérmurvás utakat. Információs tábláink újak kerültek ki a településre, most már végre ma szóltak, hogy kész vannak a falu végetáblák, és úgyhogy holnap talán már azok is kikerülhetnek a helyére. Új közlekedési táblákat megrendeltük. Aztán Liget lakótelepen elkészült az új játszótér, ami nagyon fontos volt, hiszen rengeteg gyerek van ott, és nem volt játszóterük. Tehát múlt hétvégén még átadásra sem került, de már 18 gyerek játszott egyszerre a játszótéren. Táncsics utcai játszóteret is átfestettük, kicsit felújítottuk, ezt majd szeretnénk a jövőben továbbfejleszteni. Aztán büszkék vagyunk arra, hogy a Liget lakótelepen a leromlott házak többségét megvette egy vállalkozó Illés Károly személyében, és ővel is jó a kapcsolat, tehát igyekszünk együttműködni. Ott ő mellette, ugye ott az építkezési terület miatt le lett zárva az addig átjáró, az is elkészült a Liget lakótelepen. Aztán a Falu Szépítő Egyesülettel az együtt a rendezett település érdekében elkezdtünk egy együttműködést, amit jövőre talán már itt a pandémiás időszak után tudunk is csinálni, hogy faluba, akár utcánként, akár települési szinten összefogva kicsit majd megpróbáljuk megmozgatni a lakosságot, hogy azért szépítsük közösen is a falut, és ne csak a mi embereinkre, közmunkásainkra, vagy pedig a falu szépítőkre legyen ez a feladat hárítva. A környezetvédelem is kiemelt fontosságú a település életében. Ezen a ponton belül is több kisebb-nagyobb beruházás is megvalósult, vagy kivitelezése folyamatban van. A másik programpont ugye a környezetünkért volt. Ennek keretében ugye legelső intézkedéseim egyike volt, hogy a Petőfi utca mögötti árkokat kipucoltuk, gyakorlatilag az övároknak az egyik részét is, így az eddigi nagy esőzések által elmosott részeket talán meg tudjuk menteni a nagy károktól. Nyilvánvaló, hogyha óriás özönvíz jön, akkor azzal nem tudunk mit tenni. Emellett az előző testület által elkészült tervek is elkészültek, úgyhogy ha kell, akkor ezt már tudjuk is majd folytatni. Munkakapcsolatot alakítottunk ki a Tolna megyei önkormányzaton keresztül a Zöldtárs Alapítvánnyal, akikkel gyakorlatilag klímastratégiai feladatokban tudunk majd ezentúl együtt gondolkodni. Illetve ugye a környezetünkért besorolhatom azt is, amire szintén nagyon büszkék vagyunk, hogy végre nyert az a pályázatunk, ami a konyhánknak az energetikai felújítása lesz. Ezt is pár hónapon belül meg fogjuk valósítani. A fiatalok helyben tartása minden kisebb település számára fontos, ezért a legkisebbeket kiemelten támogatja Kaposztekcső önkormányzata, számukra játszóterek létesültek és újultak meg. A harmadik pont az a családokért volt. Igazából a családokért pont alatt szerettük volna, hogyha csatlakozunk a Burza Hungarikához, ez megtörtént, most már a felső oktatásban tanuló diákjaink gyakorlatilag pályázhatnak erre, most van kiírva a pályázat, gyakorlatilag szeretnénk, hogyha minél többen részt vennének ezen. Aztán a gyerekeket eddig is támogatta mindig az önkormányzat, a beiskolázásukat. Idén ugye ingyenes lett a középiskolákban is a tankönyv, hála Istennek, és ezért úgy döntöttünk, hogy nem a középiskolásoknak adunk még többet, hanem az óvodásokat is bevontuk ebbe, hiszen ugye az óvodás is, nevelési évkezdés is nagyon nagy terhet ró a gyerekekre, illetve a gyerekeknek a családjára. Aztán elkezdtük támogatni az újszülötteket, hiszen örülünk, hogyha a Kaposszekcsön ugye új gyermekek születnek. Itt egy kelengye, direkt nem mondom, hogy mennyi, mert mindig csak utána tudják meg, hogy mennyi, de viszonylag szerintem magas összegű támogatásban részesülnek a gyermekek, az újszülött gyermekek. Ehhez ugye feltételek vannak, tehát kaposztektői lakosnak kell a születéskor lenni a legalább az egyik szülőnek, stb. Tehát gyakorlatilag megvannak a feltételek, hogy kik kapják ezt a támogatást, mivel hogy ezzel is azt szeretnénk támogatni, hogy ide
szülessenek ezek a gyermekek. A negyedik pont az a biztonságunkért. Így gyakorlatilag már elkezdtük a napelemes kandelábereket bővíteni az idei évben is a biciklis út mentén, illetve a rendőrséggel is jó a kapcsolatunk. Az Érezd jól magad programba, ugye, hát ezek lettek volna a rendezvényeink, itt kicsit szegényesek lettünk ebbe az évben, mint ahogy a világon minden település, illetve minden közösség. Addig, amíg nem volt a pandémia, ugye a Német Nemzetiségű Önkormányzattal és a Faluszépítő Egyesülettel megvolt az adventi vásár, megvolt a Mikulásváró, az óvodával együtt megvolt az óvodás bálunk, illetve a magánszervezésben meg volt a szilveszteri bál. Itt ugye gyakorlatilag mindegyiket támogattuk, meg sajátként is kezeltük. Nyilvánvaló, hogy ezek után, ugye a pandémiás időszakban nem nagyon tudtunk rendezvényeket. A közösségi házunk átadása volt az egy olyan rendezvény, amit a helyi termékfesztivállal összekötöttünk, amit szintén szűk keretekbe, de azért megcsináltuk, illetve most is lesz például az idősek napja, amit nem a hagyományos összejövő részben tartunk meg, hanem minden idős 65 év fölöttinek küldtünk is ajándékot, egy jelképes ajándékot. Aztán nyertünk a Wi-Fi for EU pályázaton, itt bizonyos pontokon, közösségi helyeken ingyenesen használható lesz a településen a Wi-Fi hálózat. Mindenki fél, hogy ez 5G-s, nem, ez nem 5G-s, tehát ez gyakorlatilag a rendes netnek a külső szórása. Nyári táborokat szerveztünk, eddig 2 hét szokott lenni most a pandémiás időszak miatt, egyrészt, hogy a szabadságolások miatt, másrészt, ugye, hogy kevesebb létszám legyen egy-egy csoportban, ezért 3 hétre terveztük, közösségszervezőnk a Zsóka ezt nagyon jól megszervezte idén is. Idén is volt a filmklubban, még lehetett, amikor lehetett ide, főleg idősebbek járnak, tehát ott mindig érzik, hogy mikor van a korlát, illetve szólunk, és hogy most lehet, most nem lehet. Együtt egy másik programpont keretében is tettünk, amit tudtunk. Megújult a településünknek a honlapja, az a www.kaposszegcső.hu. Aztán kiadásra került nagy büszkeségünkre a Kaposszegcső németül megjelent könyvnek a magyar fordítása. Itt pont itt az idősek napja alkalmával szeretnénk átadni majd Lőcz Konrád egyik írónak ezt a könyvet, hogy végre megérte azt is, hogy magyarul is a kezébe foghatja. Szoros kapcsolatot ápolunk a Német Nemzetiségű Önkormányzattal, illetve a helyi civilekkel, egyesületekkel. Vállalkozóknak most szeretnénk novemberbe tartani a nagyobb vállalkozóknak, mert rengeteg van, hála Isten, Kaposszegcsőn, nagyobb vállalkozóknak egy találkozót, amiből rendszert szeretnénk csinálni. Jó a kapcsolatunk a kistérséggel, a megyével, a környező településekkel, illetve azért távolabbiakkal is, intézményekkel napi kapcsolatunk van, amik vannak a településen. A Kaposszegcsőt és Dombovárt összekötő szakaszon található Liget lakótelep és ipari park kicsit mostoha gyermek volt eddig, ezért a polgármesterasszony programjában kiemelt szerepet kínált a település résznek. Az utolsó pont az pedig az Újja Ligetben nagyszerű. Mint említettem, itt ugye a Liget lakótelepen ugye már a játszótér elkészült. Előkészítettük a sportparknak a helyét, amire ugye ígéret van, hogy ezt megvalósítják, most már csak a kivitelezésre várunk. Oda elhelyeztük a kandellábereket, és gyakorlatilag az innovációs központot elkezdtük belülről és kívülről is kicsit helyre hozni, hogy ott rendezvények valósulhassanak meg. Már volt is rendezvény, illetve hát elvileg 21-ben, hogyha már lehet, akkor lesz egy nagy zenei fesztivál, egy nagy német zenei fesztivál ott kint. Aztán Liget lakótelepet bekapcsoltuk a szúnyogirtási kataszterbe, mint kiderült, nem volt benne, illetve minden bérlakásunkban, a Liget lakótelepen van egy 28 lakásos bérházunk, minden lakásban új tűzhelye került. Ami nagyon-nagyon fontos lenne, és be is adtuk már a tankerülettel a pályázatot, és évek óta számítunk rá, az iskolának lenne a felújítása. Ugye az iskola egy új és egy régi szárnyból áll, az régi szárny már nagyon rossz állapotban van, ezt nagyon szeretnénk, hogy ebbe a legkésőbb ebbe a 4 évbe megvalósulna. Reméljük, hogy mielőbb meg lehet ezt csinálni, illetve vannak még ilyen ehhez hasonló nagy célok, vannak nagy gazdasági célok, meglátjuk, hogy mit tudunk ebből megvalósítani. De ez még a jövő zenéje. Az elmúlt időszakot árnyékként végigkísérte a koronavírus járvány. Kaposszegcsőn az önkormányzat néha kicsit szigorúbb szabályokat is hozott, mint amit a kormány előírt, a lakosság biztonsága érdekében.
Ma is az a törekvés, hogy megóvják az emberek egészségét, így a településvezetés munkáját most leginkább a jövőbe tekintés jellemzi. Remélik, hogy az elmaradt rendezvényeknek jövőre már nem szab gátot semmi. 1926-ban állították fel Dombóvár központjában a Hősök szobraként ismert alkotást, amely Fetter Károly keze munkája, s a világháború áldozatainak állít emléket. Először csak az első világháborúban elesettek nevét őrizte az emlékmű, később kiegészült a II. Világháború dombóvári halottaival. Itt róják le azóta is kegyeletüket az emlékezők, azok előtt a hősi halált halt katonák előtt, akiknek nincs síremléke, vagy messze földön találtak végső nyughelyet. Kedves megjelentek, 1926 óta, közel 100 éve áll városunk főterén Fetter Károly szobrászművészünk alkotása. A bronzba öntött két katona alak, amint az űrmester karjaiban összecsuklik a halálosan sebzett fiatal honvéd, megtört szeme békülő tekintettel néz az új, az örök hazafelé, és teste csúszik lassan-lassan az anyaföld felé. A Dombóvár központjába érkezők felé néz ez a két katona, akik a világháborúk szimbólumaivá magasodtak. Takács Istvánné helytörténész emlékezett halottak napjához közeledve hősi halottainkra, akiknek nyughelye nem ismert, több esetben külföldön található. Tehát ez a megrendítő alkotás dombóvári szobrászművész Fetter Károly alkotása volt, és 1945-ig itt, ezen a helyen mindig virágerdő volt. Mécsesek százai világítottak a május végi hősök emlékünnepen és a halottak napja előtti időkben, mert hogy nagyon sok család veszteséggel bírt, fájdalmas veszteséggel. 1945 után sajnos ez a szép hagyomány megszűnt. Olyan idők következtek, amikor csak a szovjet katonai hősöket szabadott megbecsülni. Aztán eljött a rendszerváltás, és újra élt a hagyomány. Fetter Károly alkotása kiegészült annak a 172 dombovári hősi halottnak a nevével, akik a két háború valamelyikében adták életüket a hazánkért. Ez a szobor az ő jelképes nyughelyük. Ez több mint két évig tartó munkánk volt, Szőke Sándorné Marika néni vezetésével, és ebből 91-ben könyv is lett, illetve emléktáblára véstük a neveket, amelyek itt kaptak helyet a hősök szobrán. És azóta mi tulajdonképpen egyesületi tagok mindig egy kicsit ilyen szent kötelességnek érezzük azt, hogy májusban és halottak napja környékén a megemlékezést megtegyük. Hiszen az a több mint 1100 halott, áldozat, mártér, hős, akit vesztett Dombóvár, azok legnagyobb része mind a határon túl, nagyon messze és ismeretlen helyen nyugszik. A harmadik éve próbáljuk bevezetni azt, hogy ezen a rendezvényen szót adunk azoknak a dombóváriaknak, akiknek az ősei között volt katonai résztvevő vagy áldozat. Ma Tóth Ferenc újdombóvári lakos fogja elmondani a családban dédelgetett emlékeket, és osztja meg majd velünk. A megemlékezés része volt Dombóvár város önkormányzata, valamint a Dombóvári Városvédő és Városszépítő Egyesület által szervezett rendezvénysorozatnak, amely a halottak napi ünnepkör köré szerveződött. Fotókiállítás nyílt a dombóvári helytörténeti gyűjteményben a halottak napja alkalmából. A Városvédő és Városszépítő Egyesület tagjának, valamint a múzeum munkatársának, Őri Gábornak a tárlatát egyéb, az elmúláshoz és az ünnephez kapcsolódó tárgyi emlékek is kiegészítik. Herceg Attila előadása nyitotta meg Őri Gábor fotókiállítását a Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményben, majd Müller Ádám, a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény vezetője tolmácsolta a fotós gondolatait.
Nekem egyénileg mindig szeretett témám volt az elmúlás, az elmúlás okozta változások, szenvedések és fájdalmak tanulmányozása. Az életnek, a halál, enyészet, eme tehetetlen ellenállásának minden szenvedését, sóhaját, görcsös küzdelmét, vonaglását, kínját szeretném megrögzíteni, hogy annál inkább megéreztessem az enyészet, a pusztulás, a halál rettenetes, de mégis fenséges hatalmát és kegyetlenségét. Helytörténeti Múzeum munkatársa vagyok, kiadványtervezőként is dolgozok mellett, illetve hobbi szinten fotózok. Mai kiállítás ugye a Rákóczi-Czay egyházi temető mutatja be, de nem úgy próbáltam úgy megközelíteni, nem olyan klasszikus módon ábrázolni az ottani értékeket, hanem kis részleteket kiemelni, olyan részleteket, amik mellett ugye az emberek elmennek minden valószínűség szerint, hogy érdemes egy-egy pillantást vetni rájuk. Ugye a temetőt mindenki ismeri, és valamilyen okból mindenki látogatja, de azokat a kis apró részleteket is érdemes figyelembe venni, amit most próbálok így bemutatni. A fotók mellett versek is szerepelnek a tárlatban, valamint a gyűjtemény anyagából egy-egy olyan tárgy, ami a gyászhoz, az elmúláshoz kapcsolódik, így például a feszület, a Szent Biblia, szemfedők. Érdekesség, hogy Molnár Tibor Kossuth Díjas színművész halotti maszkja is megtekinthető a kiállításon. Ugye a Városszépítő Egyesületnek is tagja vagyok, az Egyesület már 25 éve tart megemlékezést a Rákóczi-Czay temető sírkertjében. Ugye ennek a sírkertnek az az érdekessége, hogy olyan értékes, szépen kivitelezett régi sírkövek, vagy egykori neves embereknek a sírjelei vannak megmentve, ami ugye felszámolásra kerültek, de mi megmentettük így az utókornak összegyűjtve a temető egy sarkában. Ott van egy kis kápolna, egy harangláb, és ott rendezünk minden évben megemlékezést, és ennek ugye kapcsán, ehhez valamilyen módon kapcsolódik az ez a fotókiállítás itt a Helytörténeti Múzeumban. Az időszakos tárlat december 15-éig tekinthető meg a gyűjtemény nyitvatartási idejében. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!